Sziasztok! Nagy Olivér vagyok, és a SolarGraphok világáról szeretnék most nektek egy kicsit mesélni. A mai témáink. Mi az a SolarGraph? A kamera obszkúra, vagy a SolarGraph őse? Az első SolarGraph? Hogyan működik egy SolarGraph? SolarGraph készítése házilag? Mire érdemes odafigyelni? Hogyan hívjuk elő a SolarGraphokat? És végül... Pár SolarGraph érdekességgel jövök nektek, ahol jópofa képeket mutogatok majd. Kezdjük is el! Mi is az a SolarGraph? SolarGraph egy olyan kép, ahol a nap útját rögzítjük nyári napfordulótól téli napfordulóig, vagy fordítva. Tehát egy egész fél éves fénykép. Ejtsünk néhány szót a kamera obszkúráról, avagy minden kamera őséről. Az első írásos megjelenése Mozi nevéhez fűződik, aki Krisztus előtt 470-391-ig élt. Ő fedezte föl, hogy egy lezárt sátorba, hogy egy apró lukon jut be a fény, megfelelő körülmények között túloldalra a külvilágnak a képét vetíti ki, és ő ezáltal egy amolyan ősi mozit hoz létre. Ezt az elvet követi minden mai kamera, akár fényképezőgépről, akár videókameráról beszélünk. Ugyanezt felfedezte később Ibn al-Hayatam is, majd később realista festők is kihasználták ezt az adottságot. Magyarországon az EGRI Líceumban is található egy kamera obszkúra, bár ez már egy lencsés változat. És most ejtsünk szót az első SolarGraphokról. Az első olyan SolarGraph, ahol tényleg az volt a cél, hogy a nap útját rögzítsük egy felvételen, ez 2000-ben született meg, Svabomir Dajcek, Pavel Kula és Diego López Kelvin által. Ezt a felvételt látva Tarja Trigg indított egy projektet, Global Project of SolarGraphy címmel 2005-ben, ahol több SolarGraphot küldött ki a világ minden tájáról, majd ezeket gyűjtötte vissza, és képeket készített belőle. Hogyan is működik a SolarGraph? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ahhoz, hogy a teljes napvonalakat lássuk, téli napfordulót, nyári napfordulóig megfelelő időpontban kell a SolarGraphunkat kihelyezni. Vagy téli napfordulókor, vagy nyári napfordulókor. Természetesen előfordulhat olyan is, hogy csak egy pár napos vagy hetes SolarGraphot akarunk, ekkor erre nem kell odafigyelnünk. Egy egyszerű SolarGraph úgy néz ki, hogy van egy hengerünk, rajta egy apró picike luk, belül egy fényérzékeny fotópapír, amire a kép készül. Fontos tudnunk a napállásokat nyári napfordulókor, déli napfordulókor. Ez határozza meg azt, hogy mekkora csövet fogunk használni. Elérkeztünk a legfontosabb részhez. Készítsünk SolarGraphot házilag. Mire is lesz szükségünk? Kelleni fog maszkolófólia, szigetelő szalag, alkoholos filctól, olló, egy darab sörös doboz, apró fúrók vagy rajszög, egy műanyag cső, csiszolóvászon, műanyaglap, és esetleg egy gravírozósár. És persze, a legfontosabb, fényérzékeny fotópapír. Első lépésként a műanyag csövet egy fúróval vagy gravírozóképpel kifúrjuk, legalább 1 centi szélességében, de lehet akár több is. Majd fogjuk a sörös dobozt, és a tünkkel, fúrónkkal, nagyon-nagyon apró kicsi lukat fúrunk rá, majd ezt a lukat szépen megcsiszoljuk. Ezt követően a sörös doboz belső oldalát lemaszkoljuk egy fekete maszkolófóliával, majd rá próbáljuk a csőre, és oda is ragasztjuk. A maszkolás azért fontos, hogy ne legyenek belső reflexiók, visszatükröződések. Majd ha a sörös dobozunkat biztosan rögzítettük, akkor a luk elejét is lemaszkoljuk, úgyhogy már csak egy nagyon-nagyon picike látszódjon ki. Végül jöhet a tető és az alj kivágása. Egy bármilyen műanyag lapot használhatunk, az alkoholos filccel körbe rajzoljuk a csövet, majd ezeket ollóval szépen körbe vágjuk. A műanyag lapok belső oldalát is érdemes lemaszkolni, nehogy belső tükröződést okozzanak. Egy sima másoló papír használatával sablont készítünk, ekkora lesz a végső papír, ami belemegy a csőbe. Előveszük a fotópapírunkat, megfelelő méretre vágjuk, belerakjuk a csőbe, és az előkészített szigetelő szalag darabokkal nagyon alaposan oda rögzítjük a négy sarkát, esetleg még akár középen is.
Ezt követően le is lehet zárni a csövet. Fölülre, alulra rátesszük a két előkészített műanyaglapot, majd jó alaposan odarögzítjük. Végül a lukat egy takaróval ellátjuk. Sose feledkezzünk meg róla, hogyha kültére helyezzük ki a szolárgráfot, érdemes egy feliratot rátenni az elérhetőségeinkkel, biztonság kedvéért. Mire érdemes odafigyelni a szolárgráf készítésénél? Először is a lukméret, amit vágunk vagy fúrunk, elég pontosnak kell lenni ahhoz, hogy éles képet kapjunk. Fontos, hogy a lukat hova helyezzük el a csövénken, ettől függ, hogy a napvonalakból mennyi fog a végén látszódni. Érdemes már előre eldöntenünk, hogy a szolárgráfunkat milyen helyzetbe rakjuk ki. Függőlegesen, vízszintesen, döntve, ettől függ, milyen képet fogunk kapni. És ha már elkészültek a szolárgráfink, hívjuk is elő őket. Ehhez egy szkennerre lesz szükségünk, vagy be is fényképezhetjük a képünket. Számítógépen ezt a képet tükrözzük, majd invertáljuk, végül jöhet némi sötétítés, kontraszt növelés, és ezáltal megkapjuk a kész képet. Végül jöjjön némi érdekesség a kedvenceim közül. Ez egy háromdimenziós szolárgráf, ahol két egymás melletti cső lett elhelyezve, az egyiket piros szűrővel, másikat kék szűrővel utólag elláttam, így egy anaglif szemüveggel nézhető a háromdimenziós szolárgráf kép. Ha elég ügyesek vagyunk, és havonta cserélgetjük a papírt a fixen kihelyezett szolárgráfunkban, akkor egy animációt tudunk létrehozni a havi nap járásával. Készíthetünk panoráma szolárgráfot. Nekem személy szerint nagy kedvenceim az alakra hajtogatott szolárgráfok. Itt például egy kocka látszik, de lehet ezt nagyon sokféle formában megcsinálni, mint például dodekaéder formában, vagy, ha nagyon elvetemültek vagyunk, focilabda formában is. Ez a kevésbé látványos, bár szívemnek annál kedvesebb kép, 2015. március 20-án készült, amikor napfogyatkozás volt, méghozzá egy részleges napfogyatkozás, ahol a hold nagyjából 58%-át kitakarta a napnak. Ez látható is a napvonalon, középen ott az a picike kis hiány. Az bizony a napfogyatkozás. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem ti is nekiálltok és készítetek saját szolárgráfot, és láthatom az eredményét. Sziasztok!